És akkor összesen most a hatóságok mennyi pénzt akarnak behajtatni? 284 millió vagy 305 millió forint között. 300 millió forint? Igen. Nyírségben vagyunk Nyíradonyban, Tasó László fideszes országgyűlési képviselő körzetében. Sokan csak a Nyírség erős embereként szokták emlegetni Tasót, akinek a tudta nélkül a mai napig nem történt semmi a választó körzetében. Hogy mi a közösséget építettük az elmúlt 30-40 évben, soha nem gondolkodtunk olyanban, hogy valamilyen előnyöző jusson valaki. A képviselőt nem csak politikusi, hanem rokoni kapcsolata is Nyíradonyhoz és környékéhez fűzik. Például unokaöccse Tasó Béla fideszes színekben az elmúlt 5 évben a város polgármestere volt. Másik unokaöccse Tasó János pedig olyan cégeket futtatott fel, meg EU-s pályázatokon indulva feltűnően jól szerepeltek a választókerületben, és csak ott. Az a név, hogy Tasó, mint vezetéknév itt a Donyba, számomra, mint Bodnár Fanni, az egy hatalmat jelentett. Aztán valami történt, mert ezek a cégek elkezdtek bedőlni, és most már a NAV nyomoz az ügyben. És aztán egyszer csak kommandósok voltak a konyhában. Igen, igen, házkutatás, igen. Hogy hogyan alakulhatott ez ki, hogy egy milliárdos bevételű cég és több egyéb cég is összeomlott, erről tudtunk meg nagyon fontos részleteket itt Nyíradonyban. Hát nyilván tettem a hülyét, mert tennem kellett a hülyét, mert el lett mondva, hogy itt, amikor a Tasó László bejön, akkor itt minden jól működik, rendben van. Hasonló történetekről sokszor hallottunk már, ezúttal viszont egy érintett mesélte el, hogyan lett belőle Stróman és hogyan került ebbe a helyzetbe. Kus volt a nevem, mert Kus kellett, hogy legyen, elmondták. Felfelé nem érdeklődünk. Hogy lesz egyszer csak valakiből Stróman? Érdekes volt ez a kifejezésed, mert én ezt a kifejezést, mint Stróman, hát így tavaly ismertem meg magát a jelentését, amikor a rendőrségen a nyomozónő közölte velem a jelentését, hogy hogy lett ez a Stróman. Én, mint Bodnár Fanni, már lassan mondjuk egy évvel ezelőtt a nyíradonyi polgármesteri hivatalban dolgoztam, és ott közfoglalkoztatottként mindenféle pályázatokba, vagy bértámogatott pályázatokba beledugdosva dolgoztam, és ott alakult ki egy munkakapcsolat a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft., hát akkor már szerintem pénzügyi irodavezető volt, a Cifra Erzsébet, akivel megismerkedtem, akkor még igazából nem volt ilyen baráti az ismerettségünk, vagy a kapcsolatunk. És egy nap jött egy messenger üzenet az Erzsébettől, hogy menjek már át hozzá a vagyonkezelőbe, azt hiszem egy pénteki nap, munka után, pénteken amúgy a hivatalban kevés ideig fél egyig dolgozunk, menjek már át, mert beszélni szeretne velem. Átmentem, és ott volt az akkor még férje, a Tasó János is, és elmondta az Erzsébet, hogy van egy ilyen családi vállalkozásuk, és abba keresnek adminisztrátorként egy dolgozót, mert hogy már elég sok a munka végzés ebben a családi vállalkozásban, és ő már egyedül nem bírja. És rám gondolt, ismervén a hivatali munkásságomat, látta, hogy milyen lelkiismeretes vagyok. Nekem ott leginkább az Erzsébet beszélt. János igazából annyit mondott el, hogy ez egy innovatív, megújuló, fiatalos, családbarát vállalkozás, hogyha véletlenül családot alapítanánk Zoltánnal, akkor még ott gyerekkel is lehetne dolgozni, tehát hogy egy rugalmas, nincs az, hogy 8 órától 4 óráig csak bent, bármi ügyintézni valóm van, elvégezhetem, de nyilván nem a munka rovására, nyilván tetszett a dolog, és hát akkor, amit a hivatalban dolgoztam, nyilván maga a fizetés volt számomra az, ami megfogott és mondjuk tetszhetett, meg leginkább még utána az is kecsegtető volt, ahogy az Erzsébet beszélt rólam, hogy sokkal többet lát bennem, mint hogy 8 órától 4 óráig üljek, és mondjuk a számítógép előtt számlákat rögzítsek. Itt fejlődni is lehet, így fogalmazott, hogy még akkor nem volt számomra sem tiszta, hogy mi ez a fejlődés, meg ő sem
fogalmazta, vagy ment bele ebbe a dologba. Igazából ez is jól esett, ahogy beszélt rólam. És akkor én hazamentem, így megemlítettem Zolinak, hogy Erzsóék így megkerestek egy ilyen dologgal, hogy ő szerinte mit tévül lehetek. Vagy, és akkor még otthon anyáméknak is elmondtam, senki semmi rossz dolgot nem látott az egész dolog mögé. Tehát akkor alapvetően volt egy bizalmi viszony már az Erzsébettel. Igen. Már csak azért is, mert a vagyonkezelő KFT-nek az iroda, tehát a pénzügyi iroda vezetője, meg hogy a Tasó Jánosnak a felesége, azért az a név, hogy Tasó, mint vezetéknév itt a Donyba, számomra, mint Bodnár Fanni, az egy hatalmat jelentett az én fejemben ez a név, és persze, hát úristen, hát hogy semmi rossz dolgot nem gondoltam az egészbe. És én ezt az egész dolgot elfogadtam. 2019-ben? Nem. 2018 januárjában én már ott dolgoztam a Janiéknál. És dobozokban voltak már akkor az iratok. Az Erzsébet elmondta, hogy ezeket az iratokat, szerződéseket, akármiket, amiket találok a dobozokban, úgy rendezzem el a szekrényekbe, hogyha a Jani vagy ő felhív, hogy ezt vagy azt hol találja, akkor én csípőből mondjam, hogy bal felső fiók, vagy szekrény, vagy akármi. Tehát, hogy magam ura voltam a berendezkedés szempontjából akármi. És akkor volt, ugye számlákat is kellett rögzítsek, volt egy könyvelőprogram, azt is elmondta az Erzsébet, hogy akkor kezdjem el tanulgatni, hogy hogyan kell ezt az egész dolgot használni. Mondtam, kértem segítséget, nyilván az Erzsébet az ő munkaideje után tudott segíteni, tehát az tartott 4-ig, fél 5-ig, akkor ő utána tudott nekem jönni segíteni, bármi kérdésem volt. Hát azért volt persze, mert nullát értettem mondjuk ahhoz a dologhoz, amit éppen akármit kellett volna csináljak. De úgy gondoltad, hogy ebbe bele fogsz tanulni? Tehát, hogy azt mondták, hogy... Igen, én féltem ettől az egész dologtól, nem volt felvezetve, hogy egyébként nekem mit kellene ott csinálnom, és félve is jöttem el így a hivatalból, és én emlékszem, hogy akkor meg is kérdeztem az akkori főnökömet, hogy tehát, hogy meg tudom én azt csinálni? Mert nulla hitem volt akkor magamban, tehát önbizalmam az semmi. És az akkori főnököm azt mondta ott a hivatalban, hogy minden megtanulható. Mondom, úristen, nehogy már ne tudjam megcsinálni, miért ne? Max, ha kérdésem van, nem fognak pofán vágni, vagy ha igen, akkor meg így jártam. Ez melyik cég volt? Hát a T plusz C Company Kft. Dolgait kellett ügyintézzem, de egy teljesen másik cég bejelentettek be, amit ugyanúgy annak a dolgait is ügyintéznem kellett. Úgyhogy itt most jelenleg 18-ban kettő cégről beszélünk. Jó, nyilván mentek a napok, végeztem a kis dolgaimat, aztán ilyen 18 decemberre környékén az Erzsébet ismét megkeresett. Nyilván napi kapcsolat volt az Erzsébettel és a Jánossal, ez idő alatt is. Az Erzsébet megkeresett, hogy lenne egy cég, áthívott a vagyonkezelő irodájába oda hozzá, hogy lenne egy alvó cég, amit szeretnének föllendíteni, de ennek a cégnek az akkori ügyvezetőjével, ha elindulnának pályázatokon, vagy bármiféle dologban indulnának, nem tudnának, mert hogy ennek a cégnek az ügyvezetője nem nyíradonyi, illetve ha véletlenül hitelt vennének fel, nem tudnának vele boldogulni, mert tartozása van, tehát nem egy tiszta ember. És ők ezt a céget egy tiszta emberrel szeretnék fellendíteni, és ő rám gondolt, pályázatokon szeretnék elindítani, és hogyha véletlenül olyan pályázat lenne, ahol önerőre lenne szükség, akkor ide egy Széchenyi hitel felvételére gondolt volna az Erzsébet, és akkor azt így velem venné föl. És mit gondoltál akkor erről? Semmit. Úgy, ahogy itt veletek ülök, veletek szemben, ő vele szemben is ott ültem, és persze, természetesen
segítek. Mert ő a segítségemet kérte, hogy segítenék ebben, semmi rossz dologra ne gondoljak, mert ahogy eddig is itt voltak, ezután is ott lesznek. És akkor ez lett az a cég, ahol tulajdonos is lettél? Ez volt a Trackfood Kft. Elmondta utólag, hogy igen, ez a Trackfood Kft. Lenne. Én már most szégyellem magam, mert tehát olyan diplomám van, ami ezeknek az ismeretét kellett volna, hogy bennem akkor így feljöjjön. Nekem semmi. Tehát én olyannyira megbíztam az Erzsébetben, mert leginkább ővele volt napi kapcsolatom, hogy én nem gondoltam, nem feltételeztem ilyen dolgokat, amiben most vagyok. Az kiderült, hogy ők miért szerették volna, hogy... Én nekem, hogy az én számomra mai napig nem derült még ki, hogy ezt miért kellett, és miért vagyok egyedül hagyva. Most is. Azt jól látom, hogy voltak olyan pályázatok, hogy mire lehet használni egy ilyen alvó céget, vagy egy felébresztett alvó céget. Igen. Hogy voltak olyan pályázatok, ahol a T plusz C és a Trackfood is indult. Igen. Mint hogyha egymás vetétársai lennének. Igen. És hogy erre is kiválóan lehetett használni egy ilyen céget, hogy egy álversenyt lehet hát igazából, ha már láttad te is, igen. Egy lezsírozott pályázaton. Igen. Igen, már csak azért is, így utólag már csak azért gondolván volt ez egyszerű, mert az egyik cégnek Nyíradőny volt a székhelye, a másiknak meg Debrecen. Tehát annyira nem volt összeköthető akár a két cég, mondjuk székhely szerint sem. Uh-huh. És hol érezted először, hogy baj van? A végén. 2022. augusztus 18-án, amikor az e-cég jegyzékben láttam közé téve, hogy felszámolás alatt van a Trackfood Kft., megkeresett a Bihartax Kft., a felszámoló, aki a céget felszámolta, és már be voltam rendelve felszámolóhoz, de még akkor is elkísért a Tasó János, már nem akarok hazudni, fogalmam nincsen, Hajdúbeszörmény, vagy hol van a székhelye a Bihartax Kft.-nek, oda is eljött velünk, engem a férjem vitt, jött János is, és akkor is külön félrehívott, hogy itt van, nyugalom, jön minden egyes megbeszélésre, nekem nem is kell jöjjek, majd ő felveszi a kapcsolatot a felszámoló cégnek a ügyvezetőjével, bármi van, ő jön, ő intézi, ő rendezi a pénzeket, már ott nekem hitelezői igényeket produkáltak, hogy kinek milyen tartozást kellene produkálni a Trackfood Kft.-nek, ő ezt rendezi, ne aggódjak, semmi. Ja, hogy vannak elmaradások, és azt igen, majd befizetik, igen, és igen, ezzel igen, rendezni lehet. Igen, igen, és ezt János jelezte nekem, hogy semmi probléma. Hát, hogy abszolút megnyugtatta, lépett föl. Én még akkor is basszus, azt éreztem, hogy nem vagyok egyedülhagyva. Jött, elmondta a felszámoló biztosnak is, hogy ők az én segítségemet kérték, és ő azért van jelen itt, mert igazából ő rángatott bele, vagy húzott bele, vagy ő miatta is vagyunk ebben a helyzetben. Tehát én akkor is abban a tudatban voltam, hogyha a Jani felvállalja egy felszámoló biztos előtt, hogy ő itt van, és miért van ott, és elmondta, akkor... És mi történt ezután? Ezután ő megcsökkent az ő jelenléte a felszámolók irányába, tehát hogy amikor keresték, vagy nem vette fel a telefont, vagy tehát nullára redukálódott ez az ő jelenléte, és amikor már nyilván ővele nem tudtak boldogulni, akkor hívott engem a felszámoló biztos, hogy János nem éri el, megígérte neki, hogy mit tudom én, mely két szerdáján találkoznak, és elhozza a János, elviszi őket a telepre, ahol a cég munkavégzése történt, mert hogy már ott tárgyi eszközöket kellett volna produkálni, meg úgy egyébként dolgokat, amit a felszámoló biztos kért, és hogy János nem veszi föl a telefont, nem tud kijönni, nem tud bemenni, nem tudja, hova kell menni. És akkor itt már éreztem, hogy a kezem el van engedve. Papíron te voltál tulajdonos? Tulajdonos ügyvezető. De mégis a Tasó János mondta azt, hogy ő intézi, meg a felszámoló biztosra majd rendezni. Igen, igen. De mennyire láttál bele a cégnek a pénzügyeibe, átutalásokba, mi volt az, amit te intéztél, és mi volt az, amit
amit nem te intéztél? Akkor, amikor ez az egész elkezdődött, akkor a Cifra Erzsébet elmondta, hogy csak is én és ő, mármint hogy az Erzsébet és én, utalhatunk mindent, az utolsó 10 000 forintos internet számlát is meg kellett beszéljük, hogy el lehet-e utalni. Nyilván nem beszélve a fizetésekről, járulékokról, vagy akár a bármilyen nagyobb összegű utalásról. Ezeket én nekem mindent a Cifra Erzsébettel kellett egyeztetnem. Tehát a legutolsó utalást is? Mindent. Az Erzsébetnek mentek a bankba való belépési kódok, illetőleg az utaláskódja. Az ő telefon számára, az ő telefonjára, igen, mint T+C és mint Trackfood Kft. Amikor te elváltam... Tehát még ezt sem te intézted? Tehát én léptem be a bankba, de ahhoz, hogyha mondjuk elutalódjon valami, ahhoz Erzsébetnek ment egy kód, és én addig nyilván nem tudtam elutalni, míg azt a kódot nekem át nem küldte. De ezeket az utalásokat, bármilyen pénzügyi dolgokat, én amikor már eljöttem Gyesre, akkor a kis kolléganőm intézte, ő pedig Jánossal egyeztetvén, hogy akkor mit utalhat, mit nem. Tehát ebbe az utalásos dologba, hogy kilátott bele, kezdetben Erzsébet és én, utána pedig a pénzügyes kollega, aki fizikailag az irodában dolgozott, amikor én eljöttem Gyesre. Említetted az előbb, hogy a vége felé már a felszámoló biztosok sem tudták elérni Tasó Jánost. Igen. Itt ez a későbbiekben sem változott, gondolom. Nem változott, oly tekintetben, hogy a felszámoló biztos és a felszámoló biztos jogásza is jelezte számomra, hogy számukra szava hihetetlenné vált a Tasó János. Mondtam, hogy egy percig nem lepődök meg ezen a szóhasználaton és érzésem. Ugye a Tasó János a helyi fideszes képviselőnek, a Lászlónak a unokaöccse. A Tasó László itt helyben azért úgy ismert, hogy ő rálát a dolgokra, intézi a dolgokat, volt polgármester, államtitkár, helyi képviselő. Ezekben a cégekben ő megjelent? Vagy te találkoztál vele? Bejárt az irodába, volt-e, amikor vele kellett egyeztetni? Egyetlen egy konkrét eset van, amikor ő bejött az irodába, és hozzám szegezte a kértését. Itt a Kossuth utcán épült a kerékpárút, és az egy nyári időszak volt, és akkor a János, a Tasó János elment egy szabadságra, nyaralásra, és vele úgy nem tudtam egyeztetni ezzel a projekttel kapcsolatban, egy kemény hét volt körülbelül, és az idő alatt a Tasó László bejött az irodába, és megkérdezte, hozzám szegezte a kérdést, hogy a Kossuth utcai kerékpárút esetében miért nincs már rendezve a közvilágítás. Igazából nem tudtam a kérdésére válaszolni, mert nem volt pénz ahhoz, hogy a közvilágítást el tudja intézni a Trackfood Kft., mert a Trackfood Kft. Nyerte meg ezt a közbeszerzési pályázatot. És hát nyilván tettem a hülyét, mert tennem kellett a hülyét, mert el lett mondva, hogy itt, amikor a Tasó László bejön, akkor itt minden jól működik, rendben van, megy a dolog. Nyilván nem tudtam válaszolni a kérdésére, és mondta, hogy vegyem fel a kapcsolatot, mit tudom én, melyik alvállalkozóval, és kezdjem el szervezni, hogy itt határidőre meglegyen ez a munka. Akkor azt hiszem, bent tartózkodott a Kreszende Tímea is, és ő neki mondta a László, hogy segíts már neki, hogy kell egy e-mailt megfogalmazni, vagy egyáltalán hogy kell vállalkozóval felvenni a kapcsolatot, van egy ilyen emlékem. És nekem konkrétan egy ilyen sztorim van, hogy tőlem egy ilyen dolgot kérdezett. Azt mondtad az előbb, hogy azt mondták nektek, hogy ha a Tasó László megjelenik, akkor úgy kell tenni, hogy minden rendben van. Ezt ki mondta nektek? Tasó János. Tasó János. És Cifra Erzsébet. De leginkább Tasó János. De ők egyébként, de hogy tapasztaltad, kapcsolatban vannak? Egyeztettek?
Én ültem úgy Jani autójában, hogy hívta a László, és igen, ő is helyeselt, hogy igen, minden rendben van, akárha a László kérdezte, hogy ezzel vagy azzal a projekttel kapcsolatban minden rendezve van, ezzel vagy azzal az alvállalkozóval egyeztet. Holott én ott ülvén a Jani mellett, nekem teljesen más információm volt, mint amit a János telefonba elmondott a Lászlónak. Tehát nyilván nem szólaltam meg, és én Jánosnak sem mertem mondani, hogy basszus, ezt hogy merted mondani, holott se beszélve, egyeztetve, nem hogy kifizetve. Kus volt a nevem, mert Kus kellett, hogy legyen, elmondták. Felfelé nem érdeklődünk, ezeket is mondták. Tehát azért alapvetően úgy tűnt, hogy a Tasó László aktívan érdeklődik. Igen. Hogy mi történik ezekkel. Nekem volt egy-kettő ilyen alkalom, amikor én részese voltam, vagy hallhattam egy ilyen beszélgetést. Ez egy olyan település, hogy elég sok Tasó van. Tehát van a László, a országgyűlési képviselő János, a vállalkozó, és van a Béla, igen, aki ugye polgármester volt a mostani ciklusi. Igen. Ő a Jánosnak a testvére, igen, a és bátya. A Lászlónak az unokaöccse. Igen. Ugye voltak olyan szerződések, amit az önkormányzat kötött, talán a T+C-vel. Is. Meg talán a Truck Food-del is. Tehát, hogy voltak olyan szerződések, amit a két testvér írt alá, a Béla, igen, meg, igen, a János. Volt olyan, igen. Mikor dölt ez be, vagy mi volt az az omlás, vagy repedés, ami elindította ezt a sorozaton? Az én személyes véleményem és tapasztalatom, talán a T+C a magas építés miatt dőlhetett meg, illetve omolhatott össze, mert tehát én, amit ott tapasztaltam, nyilván én nullát értettem, mind magasépítés, mind mélyépítés, ezeket a szavakat is ez idő alatt tanultam meg. Én azt láttam, hogy az útépítés az könnyebben megy a két cégnek, a Truck Foodnak is, meg a TC-nek is, mint akár egy magasépítés. És itt leginkább a gyümölcsfeldolgozó volt az, ami totálisan. Ez az a gyümölcsfeldolgozó, ami a település határában épült. Igen. Én ott láttam, hogy ott totálisan kimerült anyagilag a... Tehát, hogy ez volt ez egy olyan projekt, ami... Igen. Látványos projekt, mondjuk. Hát én is csak fotón láttam, meg nyilván amikor megyünk Debrecenbe, akkor láttam az épületet. Elég komoly, tehát ilyen dizájnos. De anyagilag is elég komoly volt. Uh-huh. És én akkor éreztem azt, hogy a T+C-t az totálisan... És miért váltott magas építésre? Hát én ezt is a Tasó Jánostól hallottam, illetve mondta, hogy meg kell csinálnia a magas építés tekintetében ezt a gyümölcsfeldolgozót, mert a Nagy Sas ezt elrendelte. Nekem, Nagy Sas? Igen, ezt így mondta Tasó János. A Nagy Sasban... Igen. Tasó Lászlót értette. Ezt meg kell csinálni. Volt több ilyen projekt is amúgy az elmúlt években, amire így utalt esetleg? Hát kell, mi mindegyik. Igen? Igen. De a gyümölcsfeldolgozó, azt meg kellett csinálni, mint magas építést. Nyilván szerintem, mint referenciát, hogyha indult volna még magas építésben pályázat, tekintetében a T+C, akkor referencia munkaként akár ezt is tudta volna mutatni. Amikor látod, hogy baj van, amikor kiderült például, hogy felszámolás alatt van a cég, akkor kértél segítséget, vagy fordultál hozzájuk? Én, mint mondtam, én fizikailag az irodában nem tartózkodtam. Nekem ezt a kis kolléganőm jelezte, hogy ő szerinte itt már elég komoly a helyzet, mert cégkapun, tárhelyen jött egy csomag, ahol a Truck Food Kft-t a Mász László felszámolás alá indította, vagy magát ezt a folyamatot elindította, és akkor nekem jelezte ezt a Timi, mondtam Timinek, hogy én nem tudok semmit se csinálni, tehát, hogy ahogy eddig is, Tasó Jánosnak jelezni kell, meg szerintem ügyvédnek is küldeni kell ezt a csomagot. És bármi ilyen felszámolás, vagy ügyvédi meghagyás, vagy akármilyen felszólítás érkezett, ezeket a Tímea
vagy bármely kolléganő, akár én is annó küldtük Jánosnak, Erzsébetnek jeleztük, és ők leginkább János nyugalomra intett, türelmet kért, hogy itt mindent az ügyvéd, könyvelő intéz. Semmit, ne aggodalmaskodjunk, végezzük a napi kis feladatainkat, az ügyvéd ezt intézi, azért van, azért fizetjük, hogy intézze. Hát ebbe is belefutottam, amikor a Track Food, ugye megjött ez a felszámolás, én felvettem akkor a Track Food Kft-nek az ügyvéddel, az ügyvédjével a kapcsolatot, felhívtam, hogy akkor kellene, hogy a segítsen, vagy nem tudom, hogy ilyenkor mit kell csinálni, és hát így konkrétan jelezte, elég visszataszító volt, vagy ilyen távolságtartó volt az ő telefonon keresztül, beszéltem vele az ő hangja, hogy hát úgy ki ne találjam már, hogy így a Tasó János tudta nélkül ő segíteni fog, vagy bármi. Tehát ez jött le a beszélgetésből. Mondta de ezt mondta egy ember is, papíron a cég tulajdonosának, hogy igen. Bármi. És hogy egyébként én mit várok? Fogalmam nincsen, hogy mit várok. Fogalmam nincsen, mit kell csinálni. Életemben nem kellett ilyennel foglalkozzak. Ezek az emberek, Tasó János és Cifra Erzsébet elmondták, hogy itt vannak, bármi baj van, segítenek, és nincsenek. Uh-huh. Én bármi ilyen dolog jött e-mailen, én elküldtem az Erzsébetnek is, és a Jánosnak is süket fülekre találtam. Annyit nem válaszoltak vissza, hogy bakfitty, semmit. És aztán egyszer csak kommandósok voltak a konyhában. Igen, igen, házkutatás, igen. Igen, elmondták, hogy iratokat keresnek, úgyhogy hagyjam őket dolgozni. De ez a házkutatás, mint cég tulajdonos nálad volt, de voltak más helyen is? Igen, tudomásom szerint Tasó Jánosnál és Cifra Erzsébetnél is, itt Nyiradonyban. És miután megtörtént ez a házkutatás, ezután próbáltad még felvenni a Tasó Jánossal a kapcsolatot? Igen, mert a Széchenyi hitellel kapcsolatosan is van egy, illetőleg lesz is egy bírósági tárgyalás, az egy polgári peres. Csak egy pillanat, igen. Tehát hogy ugye nagyon a beszélgetés elején volt még a Széchenyi hitel, tehát úgy indult az egész, hogy amikor téged behúztak a Track Foodba, annak érdekében, hogy az önrészt erőre essen állítani a pályázatoknál, ezért Széchenyi hitelet kellett felvenni, amit viszont már akkor vett fel a cég, amikor te tulajdonos voltál. Így van, igen. Ez mekkora? 25 millió forint értékben volt ez a Széchenyi hitel. Ez nem lett visszafizetve? Nem. Uh-huh. Nem. És ott, mint készfizetőkezesként alá kellett írjam magát ezt a készfizetőkezességi nyilatkozatot, meg ezt az egész hitelszerződést. Erre a Cifra Erzsébet kért meg, és én nyilván segítettem. Mentem, adtam a nevem, írtam alá a papírokat, és vette föl a cég a 25 millió forintot. Amit elmondásuk szerint nyilván a projektekbe akartak befektetni, hogyha előleget nem biztosít a közbeszerzés, akkor mit tudom én, bármi, ami így a munka során megelőlegezi a folyamatot, azokat meg tudja vásárolni, azokat az anyagokat a cég. Ezért kellett akár a Széchenyi hitel. De ezt a Széchenyi hitelt akár elmaradt számlák, tartozások kiegyenlítésére fordították akkor, 19 novemberében, szeptemberében, nem tudom. És akkor összesen most a hatóságok mennyi pénzt akarnak behajtatni? 284 millió vagy 305 millió forint között. 300 millió forint? Igen. És akkor ebben benne van a hitel, benne vannak a elmaradt hát járulékok, áfa. Hát a NAV tartozás, igen, akkor az alvállalkozó, a rengeteg alvállalkozó. A jogerős, hát igen, ott vannak a hitelezői igények, a felszámoló biztosnál, igen. Tehát akkor tulajdonképpen ez az egész amiatt indult el, mert egy alvállalkozó. Nem volt kifizetve, nem volt rendezve a tartozás irányába, igen. Aha. Igen. Ugye azért különös ez a történet, mert általában az szokott történni, tehát ez nem úgy néz ki, hogy
hogy úgy lett, vagy úgy vontak be, hogy már problémás volt a cég, ami ugye klasszikusan szokott történni, egy nagyon eladósodott céget valahol valakivel megvethetnek, és akkor az nyomon követhetetlen, hanem úgy tűnt, hogy egy olyan céget akarnak felépíteni, amit lehet használni pályázatokon, vagy ilyen álkonkurenciaként. De amikor bedőlt a cég, és láthatóan te hiába kértél segítséget, de itt a településen ti találkoztok? Tehát, igen, hogy... igen. Konkrétan aznap, amikor házkutatás volt hármunknál, ilyen 10 óra körül már éreztem, hogy már akkor már itt semmi nem volt nálunk. Nagyon éhes voltam, nyilván nem volt itthon semmi, átmentem a boltba legalább egy kiflit venni, és konkrétan itt szembe velünk, szembe az élelmiszerboltba találkoztam össze aznap Cifra Erzsébettel. Én akkor vettem ki egy darab kiflit, és ő jött be, ő rám nézett, és hát átnézett rajtam. Nyilván én sem köszöntem, mert nem volt egy felemelő nap indítás, de hogy, tehát hogy lehet viselkedni, vagy hogy találkozhat, vagy hogy kell viselkedni ilyenkor. Fogalmam nem volt, hogy ki válthat belőlem egy ilyet, hogy nem fogok köszönni ennek az embernek, akiben megbíztam első perctől kezdve. És mérhetetlen nagy dühöt, Úristen, nem tudom elmondani, negatív dolgokat érzek iránta, és János iránt, és akkor én aznap összetalálkozok vele, visszahalván dolgokat, hogy én kine találjam, hogy ők fogják helyettem visszafizetni a Széchenyi hitelt, tehát ilyen dolgokat hallok vissza. Tehát holott ő vetette fel velem. Ő ültetett az autójába, és mentem vele Debrecenbe a Betlen utcára. Írtam alá még papírokat mit tudom én milyen banknál, a hitelt ügyintéző fickónál. Tehát ő vitt be, ő szállítmányozott mindenhová, és akkor odáig fajul az egész dolog, hogy nem köszönünk egymásnak. És Tasó Jánossal mikor találkoztál utoljára? Vagy beszéltél utána? Decemberben volt egy tárgyalás, ott találkoztam veled, de semmi átnézett rajtam az ügyvédemnek, és nekem sziasztok, így köszönt. Ügyvédnő mondta is, hogy hát azért ő ezt kikéri magának, nyilván neki van egy titulusa, tehát hogy adta volna már meg a tiszteletet, hogy jó napot kívánok, szia, de semmi, nem... beszélt hozzám semmit. Uh-huh. Nulla kommunikáció. Egyedül akkor beszélt velem a szemembe, amikor a felszámolónál találkoztunk, és mondta, hogy mindent intéz. De én azóta semmit nem beszéltem vele. De ugye azt mondtad, hogy a házkutatások nem csak itt voltak, hanem náluk is. Tehát azért ez azt sejteti, hogy a nyomozás az vizsgálja az ő szerepüket is. Igen. Igen. És hol tart most az ügyen? Én úgy tudom, hogy ez az egész büntető sztori, az még nyomozati szakaszban van, a polgári per a Széchenyi hitel miatt. Másodfokon lesz egy tárgyalás, én azt megfellebbeztem, mert első fokon én vagyok a bűnös, vagy nem tudom, hogy kell fogalmazni, tehát hogy rajtam követelik vissza ezt a 20 millió forint. Megvan az első fokú döntés. Igen. Én nem vagyok. Igen, nem vagyok hajlandó ezt elfogadni, mert nem költöttem el 25 millió forintot, nem én költöttem el, nem saját célra fordítottam, semmi közöm hozzá, én a segítségemet adtam, és én nem vagyok hajlandó visszafizetni, és ezért fellebbeztük meg ezt az egész ügyet, és nem akarok beletörődni, hogy én nekem ezt vissza kell fizetnem. Van már 2 gyerekem, én azért akarok felkelni reggel, és elmenni dolgozni, hogy nekik keressem a pénzt, a családomért akarok élni, nem más hitelét finanszírozgatni. Tehát nem vagyok hajlandó ezzel kibékülni. Már nem tudom, miért jutottunk ki idáig. Igen, ezzel kapcsolatban lesz egy másodfokú tárgyalás, de rohadtul azt érzem, hogy rajtam fogják behajtani. De akkor is, hogyha vannak arra
Nem, fogalmam jelek, nincsen, hogy gondolkodik hogy, a bíróság. Hogy itt volt egy valódi tulajdonos, vagy két valódi tulajdonos a cégben. Fogalmam nincs, hogy lesz a döntés. Én minden tőlem telhetőt, ami birtokomban volt, rendelkezésre bocsájtottam. Én mindent elmondtam ott a tárgyaláson is, de ott is, tehát amit a János meg az Erzsébet egyetlen egy cég választott el tőlük, és amit ők ott a bíró elé tártak, tehát hogy amit vallottak, hogy én találtam ki az egész sztorit, meg én találtam ki, hogy itt egy céget fellendítsünk, épp hogy nem vagyok festett szőke, aki nem ért útépítéshez, meg mit tudom én mihez, és a János is elmondta, hogy én tanácsokat kértem. Feltettem a kérdéseimet, hogy ezek így jók lesznek-e, tehát nem bírtam. Tehát 5 percig tűrtem, szemforgatván, utána már nem bírtam. Tehát gondoltam magamba, hogyha más nem kiküld a bíró, nem bírtam szó nélkül hagyni, hogy feltették Erzsébetnek is azt a kérdést, hogy lett ügyvezető a Fanni, kb. Semmit nem tudott, nem tudtam szó nélkül hagyni. És az, hogy mondjuk az utalások jóváhagyása az ő telefonjára érkezett? Én biztos, én rossz telefonszámot adtam. A sajátot helyett az ővét? Igen. Ő neki elég kellemetlen ez az egész szituáció, mert ő neki már 6 éve semmi köze semmihez, de semmihez. És ő nem is érti, hogy ő miért van itt jelen. Tehát amit ő ott le... mindegy. Rossz volt nézni, hogy az a nő, akiben 100%-ig megbíztam, és féltem tőle, a saját anyámtól nem féltem ennyire. Amikor az irodába bejött és megfogta az ajtókilincset, már tudtam, hogy milyen napja volt, itt mit fog velem kezdeni, vagy meddig maradok abba az irodába. Az az ember így cserben hagy, és belehazudik a bíró szemébe, holott elmondták neki, hogy hamis tanúzás, nem tudom, akármi, és ő hazudott. Mind a két ember hazudott.